ezüstéremmel zárult ez a torna, ami előzetesen vártál tőle, azt hozta-e? Igen, szerintem ez egy nagyon jó hangulatú kis rendezvény volt. Szerintem mindenki jól érezte magát, reméljük, hogy a tévé előtt is. Igaz, a vasárnapi napon hatalmas szél volt, nehéz volt a legjobbunkat mutatni. Fábi ellen úgy tűnt, hogy egy kicsit olyan kényelmetlenül, nem érezted magad az elég komfortosan a pályán, ennek leginkább a szél volt az oka, vagy valami más? Leginkább a szél, de egy kicsit motiválatlan is voltam a mai nap, megmondom őszintén. Próbáltam megtalálni a motivációt, de valahogy ez nem sikerült. Fábi meg nagyon jól játszott. Jól tudom, edzésben van, jó formában van, jó játékos. Nyilván nehéz tervezni, ugye a július 31-ig történő szóló leállást ismerjük. Csúcsformában most nem kell lendülnöd, hogyan tervezed a következő heteket? Szerintem holnap lesz egy komolyabb beszélgetés az edzőkkel, és át fogjuk beszélni, hogy fogjuk a következő pár hetet megszervezni. Szerintem még egy pár hétig ilyen lazábban fogunk játszani, és amikor eldől, hogy elkezdődnek a versenyek, előtt egy 4-5 héttel bekeményítünk. Ha mondjuk egy hónap múlva lenne egy ugyanilyen verseny, ugyanitt vagy bárhol máshol, szívesen részt vennél rajta? Én nagyon jól éreztem magam, ahogy mondtam, szerintem mindenki nagyon pozitív volt ezzel a hétvégével kapcsolatosan. Szerintem örülnék, hogyha létrejönne még egy ilyen. Amit mondtál, hogy ma kicsit motiválatlanak érezted magad, annak volt valami oka, vagy csak így keltél fel? Talán az, hogy tényleg régóta játszottam tétmeccset, keveset is edzettem, megpróbáltam magam formában tartani, de a fiatalok, például a Fábi nagyon jól játszott, ő formában volt, sokat edzett, gratulálok nekik, le akaratlan.